Kovács Sárosi László vagyok, filmesztéta, az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótár munkatársa. A kiadvány címe 250 javaslat magyar történelmi filmre, és ezt a könyvet az Uránia Nemzeti Filmszínházban mutattuk be február 17-én. Meghívtunk két filmrendezőt, Tari Jánost és Jelenszky Istvánt, akik szintén hozzászóltak, elmondták tapasztalataikat. Az estet azzal tettük színessé, hogy bejátszottunk két éneket az én Pozsonyi Csata 907 című eposzomból, és ezek olyan részletek, amelyek el fognak hangzani a filmben, hogyha ez az eposz meg filmesítésre kerül. A könyv ötletei négy csoportra oszhatók. Egyrészt szerepelnek benne ötletszinten a mi kész forgatókönyveink, szerepelnek benne a saját műveink, regényeink, eposzaink, lehetséges átiratai, tettünk javaslatokat klasszikus és kortárs irodalmi alkotások megfilmesítésére, a maradék többi pedig csupán filmötlet, ami ötlet, illetve szinopszis szintjén létezik. Számomra különösen fontos volt, hogy negyed magammal dolgozhattam ezen a kiadványon, magam is megírhattam volna 250 ötletet, de ahogy egymásra hatottunk és egymást inspiráltuk, így valójában kidolgoztunk egy egész történelmi filmes koncepciót a kezdetektől máig. Arra gondoltunk, hogy építő módon szólunk hozzá a történelmi filmek vitájához. Ezzel a kis kiadvánnyal igazoljuk a hiteles történelmi filmek és egyben a nemzet tudat, nemzeti önismeret erősítő filmek szükségességét.